Tamagocsi és Labika. Jó van, baba. Jó van. Szép lassan elindultok trotting. Úgy. Minden csak szép aranyosan. Tehát Tama Labodasz. Érkezik Impi Lordi. És jön mindjárt Gizi. Egyenlőre így vagyunk. Ugye Labika most kapott egy kéthetes pihenőt, visszajött neki a sinessége. Úgy, mint a Dandynek, csak a Dandynek most a jobb elején. Érzékenyebb. Tehát ezek ilyen csikókori akármik, tehát nincs katasztrófa messze. Mikor kell egy kis pihi, hűtés, kálcium, csókolom. Tehát katasztrófa nincs. De hát ezt mindig említem, az a sinesség olyan, ugye, hogy kapja a csikó a terhelést, talán még nincsenek kész a dolgok ott nála, valószínű, és akkor a sípcsontjánál ilyen apró kis mikro kis csippek, kis apró kis darabok így lepattannak, ilyen kis szilánkosra, nem kell ugye elképzelni katasztrófát. Tehát a sínnéből a kis csontokból kis apró kis, az érzékeny. A szépen kell neki időt adni, hűteni, szépen visszaállnak, és akkor csókolom. Tehát ezt hívjuk sinességnek. Ez egy csikókori idézőjelben betegség. Mert semmi olyan katasztrófa nincs, de az egy jó ideig érzékeny neki, és szépen meg kell adni az időt, aztán általában átesik egy, ám bár ellen példát is tudok mondani, nekem ott volt sajnos a dalármi, az krónikus sines volt, még 3 évesen is kijött rajta. Na akkor a nagyjából elemeztük. Jó van, drágáim, így szépen haladunk. Kata, oda szólhatsz, hogyha élénken bemenjen vagy. De szerintem ez nem rossz. Hogy de szép ez a szürke. Gyönyörű. Édes Tama, kit keres a Tama? Lehet, hogy a Lordit? Vagy a Impit? Szépen majd csak trappolunk ma. Aztán Tama az még dolgozik egy kicsit. Impi, vagy a Labika hazajöhet. Mindjárt érkezik Impi és Impi. Mondd a nevét. Impi és Lordi. És jön Gizi. Egyenlőre itt tartok. Júlia le lett már lovagolva. Meg szépen haladnak itt. Már ez a feladat Labikának. Jó van, babá. Volt kint padikba, meg lett egy kicsit longyozó, mondom, egy 2 hetet nem nyergeltem. Egy kicsit ráteltünk a tempóra finoman, jó? Csak egy kicsikét. Gyerünk. De szép vagy, gyönyörű. Igen, azt szoktam, mert néha egy kicsit ki is görbül nekik a sínné elől. Mondom, inkább 100-szor ott görbüljön ki, mint ugyanazon a lábán, ugye, csak hátul, ugye, mert az az én. Ott már baj van. Tehát csinesség az egy csikópori betegség, úgyhogy nincs katasztrófa. Jó van, drágám. Impike itt van, és Lordika ott van. Várjál csak. Hál' Istennek locsolva. Tehát Impike és Lordi. Nyugodtan piszkálgat egy néha egy kicsit, hogy érezze a kontaktust. Gizike is bement közbe. Most 5 lovunk van itt. 5 itt, igen. És majd mennek ki. A Gizi tudja a dolgát. Ők ketten szintén tudják a dolgokat. Jó. Na. Aránylag jó. Nyugodtan egy kicsit mehetünk élénkkel. Egy-egy szép vagy, baba! Labotasz! Nehogy vigye a kék szalagot jövőre! Eszméletlen jó anyai vonala van. Olyan nevek, Locario, Lando, meg mi sorolhatnám. Anyai vérvonalba végig. Jó, hát későbbi talán, bár nem mutatta ő magát, nem ilyen ez a sínesség. Lehet, hogy futott volna, de nem baj, nyugi.
Nyugi, ez van, ami nincs bennünk, általában türelem. Meg kell adni baszot, hát nem tud futni még nyár közepén, akkor nem tud még futni. Na, mit csinálsz? Illetve tud futni, hülyeséget mondtam, tud futni, csak biztos, hogy nem egészséges. Valami majd nyomot hagy. Hagyni kell még. Az a fokozatos vadászka, de csak vadászka, jó majd? Jó, az a másfél, tehát extra hosszú. Tudod, kedv van, dombra föl, Gizi és Rékánk. Én lapockázod a neki. Anya, mehettek is ott ki, jó? Jó. Oké. A télire mentek, úgyhogy... Igen. Jó? Na, ügyesek legyetek. Lapockázz már oda neki most helyből, hogy hello! Costa Peiro gondolkodik. Milyen friss, te, mint egy hete nem lett volna nyergelve. Ott kimentek, azt tudjátok. Másfél, kicsit rap, megint másfél. Dolgozzanak. Lehet a második ilyen minimál Uber. Mocorogjanak egy kicsit! Tama drága és Labika drága. Úgy, hagyd menjenek! Középre vidd őt, Júlia! Mi kell nekem? Danka hív.